Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A sámánok tánca, így hívom ezt a jóslást. Itt táncolunk, mozgás van az egyik elemből a másikba. Tűz eleméből áttáncolunk a föld elemébe, onnan a levegő elemébe, és aztán ide érkezünk a víz eleméhez. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a sámánok tánca. A díjam 4000 forint. Ha kéred hozzá az asztrológiát, az indiai számítás szerint, az indiai asztrológia szerint, akkor a díjam 10000 forint, ahol megnézzük a horoszkópodat, hogy melyik elemben vannak a bolygók, és melyik bolygó található ott. A tűz eleme, a föld eleme, a levegő eleme, és a víz eleme. Jelenti az időt is, tavasz, nyár, ősz és tél. Először megnézzük, mi történik a tűz elemében. A tűz eleme aktív. A tűz eleménél megvan a bátorság, megvan a lelkesedés, és gyakran utal egy új kezdetre. Ha ez a terved, hogy szeretnél valamit indítani, ehhez kell a tűz eleme. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez az új kezdet, amit most tervezel. Ez szerencsét hoz neked, hiszen itt van Fortuna, Istennő, és átnyújtja a szerencsét. Az is lehet, hogy lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy nyeresség. Itt is a tűz eleme látható, hiszen a férfi kezében a bot van, és a botok a kártyáknál jelentik a tűz elemét. És itt kinyílik egy ajtó. Ezek a lehetőségek. Tehát egy új kezdet szerencsét hoz, megvannak hozzá a lehetőségeid. A föld eleme jelenti a biztonság érzetét, a reális dolgokat, jelenti a pénzt, az anyagiakat, az értékeket, vagy a munkát, a hivatást, hiszen ez összefügg egymással. Tehát ezen az élet területen mit, hogyan élsz át? A munkahelyen vannak kihívások. Lehet, hogy vannak irigy emberek, és ártani akarnak neked, különösen, amikor sikereid vannak a munkahelyen, vagy van bevétel, vagy van jólét, tehát itt vannak azért még viták. Vagy az is lehet, hogy valaki támad téged, mert irigy rád, irigy a sikereidre. És itt látható, hogy lesz egy találkozás, valakinek elmondhatod ezeket a problémákat, és ez a férfi odafigyel rád, meghallgat téged. A papagáj az jelenti a kommunikációt. Vagy találkozol valakivel, és ez a találkozás jót tesz neked, emiatt átteszed magad a nehézségeken, vagy vannak itt a munkahelyen problémák, vagy problémák az anyagiak miatt, és van valaki, aki segít neked, aki meghallgat téged. Ez lehet a párod, ez lehet egy jó barát, ez lehet a főnököd, ez lehet egy ügyvéd. És a levegő eleme jelenti az ötleteket, a gondolatokat, a szabadság érzetét, a lelkesedést, a mozgást, a könnyűséget. Mi történik ezen a területen? Itt látható az igazságtalanság, hiszen az egyiknek nagyon sok pénze van, a másik pedig a koldus. Itt nem szabad összehasonlítani magadat másokkal. Amit a kártya még jelent, hogy úgy érzed, hogy valaki kihasznál téged. Például a munkahelyeden, mert nincs meg az elismerés, vagy keveset fizetnek a munkádért. De ezen segítenek az egerek.
hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják az igazságtalanságokat. Persze a kártyák azt is jelenthetik, hogy valaki valamit eltávolított tőled, ellopott tőled valamit, vagy rabolja az idődet, az energiádat, és úgy érzed, hogy valaki kihasznált téged, emiatt éled át ezeket az igazságtalanságokat. De azért gondolj a levegő elemére is, hiszen itt ezen a területen játszódnak az események. Lépj ki ebből a helyzetből, lélegezz fel, érezd a szabadság érzetét, ne foglalkozz vele. A víz eleme jelenti az érzelmeket, gyakran ez kihat a szerelmi témákra. És mi történik itt a párkapcsolatban? Ha megnézzük ezt a kártyát, itt van egy ünnepség. Ez lehet a családban, vagy a baráti körben. Úgy tűnik, hogy mindenki boldog, mindenki jól érzi magát, mindenki vidám. De ez nem így van, hiszen a 9-es szám utal a korlátozásokra. Lehet, hogy van valaki a környezetedben, például a lelki társad, és ő kifele úgy mutatja, mintha nála minden rendben lenne, megvan a szép családi kapcsolat, de ez egy szűkös helyzet, nem érzi jól magát, de mégis kifele úgy kell mutatnia, minthogyha boldog lenne. Ez téged kicsit elszomorít, itt érezhető a szomorúság, de pihent ki magad, olvas egy könyvet, itt van a papagáj. És a papagáj jelenti a kommunikációt, a 4-es szám pedig jelenti a biztonság érzetét, ez a férfi, ha erről van szó, egy férfiről, jönni fog, és majd beszámol neked, tudtok egymással beszélni, nem csak az ő problémájáról, hanem a víz eleméről is, az érzelmekről. És ez volt az általános jóslás, a sámánok tánca. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!